Na, itt is volnék, és... Hát, folytassuk. Nézzük a utolsó pályát. És a utolsó előtt és a utolsó pályát. A utolsó részben. Na. Azt a spiritező kocsi. Ritkán látni ilyesmit manapság. Azt a büdös. Jó van. Jó van, ezt megtanultuk. Ups. Oké, hát ez se lesz valami könnyű futam. Jé. Elméletileg ez könnyebb futam, mint a másik, amit mutattam. Szóval... És nem csak elméletileg, hanem gyakorlatilag is. Habár látom, hogy most meg elkezdett laggolni a videó. Szóval tök jó lesz. Utolsó rész csak kibírja. Elvettem FPS skálát is, szóval ne panaszkodj nekem. Úgy. Itt nem ugratunk? Az a gond, hogy ritkaság, hogy hibáznak. Itt már tényleg ennél utolsó öt pályánál már ritkaság, hogy hibáznak, de amikor hibáznak, akkor mázlin van. És nagy hibát követtem el, mert ugrattam. Ej, mint mondtam, a hibák száma az nagyon-nagyon izé fontos, szóval... Nem a legjobb, hogy most ugrattam, mert ez miatt bekaptam pár olyan dolgot, ami nekem nem lesz jó. Ezen kívül itt a legelején érdemes nitrózni. Mert akkor itt eléggé rendesen nagy előre tudtok szertenni. Ha nem lennétek akkora balfaszok, mint én, akkor nagyobb eséllyel fogtok nyerni. Hát, van ez így, van ez így. Van ez így, hogy páran jobbak nálam bőven. Nem én vagyok a világ legjobb sofőrje, de azért nem vezetek tragédiába illően. Ajajaj. Na jó, na. Visszamennyi. Úgy. Nem? És mi most is. Értetek? Mi most is megsérültem. Most szintúgy. Hát gyerekek, úgy látszik, hogy nem lesz valami hú, de könnyű ez a szakasz se. Bár mondjuk, ha csöndben maradnék, és utána utat figyelném, és koncentrálnék, akkor lehet, hogy nagyobb esélyem van nyerni. Mert úgy ég a kocsim, mint a kötelező lenne. Szóval... Ezek után már úgy nagyon nem tudom, hogy... Hogy tudnék előzni. Igen, ilyenkor már az van bennem, hogy több mint mit csinálok, itt lehet, hogy elbaszom, lehet, hogy nem, de nem lesz tökéletes a futamon, az tuti. És nem lesz se könnyű, nem lesz se könnyebb, sem jobb a futamom, ha folytatom. Most az van bennem, és nem akarom, hogy ez legyen. Szeretnék nyerni. Játék. Te érted? A bot simán ugrik, azt nem gyullad ki. Mi ez? A delay-je lenne. De nem, még az se. Most ugye a kerekeim fognak akadályozni, mert konkrétan ez miatt folyamatosan ugrani fog a kocsim. Ugrálgatni. Tök jó. Szóval... Itt konkrétan már vesztettem. Hát, ezt újra kell kezdeni. Nem kezdtem rosszul. De jól se. Mert az a hülye kilök. Folyamatosan az ellentétes irányba nyomom egyébként a izét, szóval... Persze mindenki jobban kezd nálam. Persze, hogy kicsúsztatsz, persze, hogy elém jössz. Mi lenne, ha nem fékeznél?
Uff. Ha az eltalál, akkor én tuti itt vesztek. Rohadj meg, Batman. Na végre, van csoda, első vagyok. Már a kék így elkezdte szedni a seggem. Oké. Ne ugrálj! És basszus, mivel elkezdett ugrálni a kocsim, ezért megszopom. Nem áll. Ilyet nem szeretnék. Amúgy is legtöbb ilyen futam, csak a győztes meg a pár ilyen viccesebb jelenet lesz bevágva, úgyis. Itt a végénél, szóval... Nem véletlenül úgy vettem föl ennek a játéknak a végigjátszását a két részbe, az első részt ezt is simán egybe. Még a ötödiktől kezdve már úgy vettem föl az egészet, hogy vágni fogok lehet nagyon sok helyen. Az a gond, hogy és egy kicsit is hibázok, szophatom az egészet. Hát ez még semmi. Most megint ugrál a kocsim. Ne ugrálj el! Ne, menj innen. Pont az van itt mellettem, aki egyébként a legrosszabban vezet. Szóval... Ez is elmondja, hogy én mennyire jó vagyok sofőr ügyileg. Ha még a legrosszabb is lehagy. De nem már! Megint a kerekeim, nem már! Aj, miért a legdurvább okat hagytam a legvégére? Nem is tudom. De nézzétek, hát nem bírom utolérni, mert rángatózik a kocsim. Rohama van. Kérsz Pepsit vagy valamit, mert nagyon hülyén néz ki. Gyulladj ki és öld meg magad. De látjátok, ő is ugrálgat össze-vissza, nekem még remegnek a gumiaim is. Rángatózó kocsi 2.0. Hát így már remegni is fognak. Hát ilyen nincs, komolyan mondom, ez lehetetlen így vezetni. Rángat a hideg. A gumiaim meg megvadultak. Gyilkos kerekek. Tudom, fasság, de akkor is basszus. Lassább az lesz, hogy gyilkos kerekek. És ha jönnek utánam, ezért itt jobban fékezek. Avasz. Persze! Hogy is ne?
Nem. Nem engedem. Nem engedem. Basszus, új remeget a kerekem, mint a kocsonya. Mi a szar? Tuningoljunk csak. Kocsit tuningolunk. Utána nézzük a gumit, ezt is. Meg a lengyel csillapítót is. Hopp. Tudom tenni. Nem baj, egyen növeltük ugye be a sebességet, az is pont jó. És hát nézzük az utolsó versenyt. Megveszekedett utolsó pályán. I am champion! Ez nagyon hülye hangzott, de... Annyit azért tudnotok kell, hogy tényleg ez nálam volt így a best, legnehezebb pálya. És tudjátok miért? Mert itt vannak azok a gyilkosabb kanyarok, amiket még úgy elképzelni sem mertetek. Amiket én próbálok nagyon-nagyon óvatosan és szépen bevenni. Ők nagyon gyorsan tudják bevenni. Velem ellentétben. Na. Ezen kívül vannak ugratók. És még az egyenes szakasz is veszélyes. Mert ott mindenki tud előzni. Na. A legvégén meg... Itt van ez. Ami rendesen leamortizálja a kocsidat. Ez az ugrató. De... Még... Nyugalom, még vigyorgok, élek, birulok. Csak itt, ha hibázol, akkor konkrétan kezdheted a legelejéről a játéknak ezen szakaszát. Szinte lehetetlen normálisan bevenni ezeket a kanyarokat, szóval tök jó. És mivel hibáztam, nagyon szükséggel egyre közelebb jöttek. És akármelyik kanyarból kilökhetnek, amit nagyon nem... szeretek. És most elkezdtem beszarni. Eddig minden jó, eddig tök kafa az egész. És én úgy terveztem egyébként abban a játéknak a végigjátszását, hogy minden kört három izé mellette fogok átbaszni, és akkor nem lesz ilyen nagy fasságok, hogy kettő esély marad a végére, de ezek szerintem jött össze. És itt ki lehet simán esni. Szóval itt olyan rohadtul kell a fék. Szóval most, hogy ki van fejlesztve majdnem minden maxra, így nem lesz akkor a probléma nyerni, vagy veszteni, mert akármelyikre esett a választás, ezt nem én döntöm el. Jaj, csak a kredit miatt már végigviszem a játékot, nem érdekel. Mert egyébként szép kredica van, szóval már csak azért megér végigvinni a játékot. Mint nagy ugrató, szóval ezt inkább hagyagolom. És ez volt az a híres neves nagyon nehéz pálya. Ennél szívtam egyébként legtöbbet. Jézus, és végigvittem most elsőre, vagy másodjára. Úristen. Nagyon elégedett vagyok magammal. $25,000.
Na, és itt van Flatout fejlesztése, hogy fejlesztették a játékot. Ez már videó, szóval tök jó így látni az egészet, hogy eredetileg mit akartak a fejlesztők. Lehetséges, hogy le fogják tiltani a videót, ezen kívül elkezdtem FPS dropokat látni, szóval tök jó. A videó is egyébként FPS droppos, de nézzétek meg, tényleg megpróbáltam mindent jól csinálni, pályákat is, eredetileg, hogy hogy nézett ki és most hogy néz neki. A kocsik is teljesen máshogy néztek volna ki, ez is tök jó, az FPS-t úgy 30-ra akarták hagyni, amit így tök jó látni, hogy tényleg dolgoztak ezzel is. Hát azért van benne munka, bőven. És azért ezek a törések, meg ilyesmi benne, hát nagyon szép. De azt mondom, szerintem bőven megdolgoztak ezzel a fejlesztők ezzel a játékkal. És ott lehet látni a törése, mert minden, próbálkoztak. A másik rész jobban sikerült, sokkal híresebb lett, mint az első. Az első részben még a bandák is nagyon jók voltak. A stílus is tök jó volt. Minden megvolt, mondjuk a Flatoutban, hogy ebből legyen folytatás. Annyit azért tudnatok kell a Flatoutról úgy röviden, tömören, hogy ez már egy 4 részes széria, ezen kívül van egy remake-jük, de van az első rész, amit rendesen az a szoftver csinált, akinek kellett volna, szóval ők találták ki, ők voltak igazából a fő megalkotói. Kijött a második rész, ami szintúgy tök jó lett, nagyon-nagyon ötletes, de utána csőbe ment a cég. Konkrétan a kettő is nagyon sok pénzt hozott nekik, de a következő játékunk nem hozott egyáltalán semmilyen pénzt, és konkrétan ezzel be is fejezték a Flatoutot. Nekem már onnanstól megszűnt a Flatout létezni, szóval az első két rész nekem az a igazi Flatout. Utána jött ugye a harmadik meg a negyedik rész. A harmadik részről annyit kell tudni, hogy ha fölmentek internetre, rákerestek a Flatout 3 értékelések, akkor megmerek esküdni arra, hogy 2.0-nál nem volt senki, aki többet adjon rá. A 10 pontból. 2.0-nál senki nem adna többet neki. És ez elmondom, hogy miért van. A játék konkrétan az első két rész tényleg az a stúdió csinálta, aki elgondolta a játékot, de a harmadik részt más csinálta. Így nem lett annyira jó, nem is lett Flatout élmény, a zenéket is lecserélték, írtó nagyon rosszra. Szóval egyáltalán nem volt olyan dolog, ami megmaradjon a háromban. De az egy meg a kettőben nagyon jól megcsinálták az összeset. És itt van őszinte összes zene, ezeket hallgassátok meg, mert az első részben a zenék azok nagyon jók. Én azért nem akartam ezzel tökölni, hogy berakom, mert nem voltam benne biztos, hogy engedné egyébként a YouTube, hogy ilyet csináljunk. És ezen kívül nagyon sok dolgot teszteltek egyébként a srácok, szóval volt pár dolog, amit nagyon imádtam a játékban ezen téren. Például ezek a kiesések, ezek a összeütközések, mindent nagyon szerettem. De valahogy ugye a harmadik résznél ez annyira megcsúszamlott, hogy az valami írtó szar lett. Na, de akkor beszéljünk arról, hogy mi a véleményem a negyedik részről, mert az pedig nemrég jött ki, és ezért játszok egyébként most a Flatout 1-jel. Ezért vittem végig, mert a negyedik rész kijött. Hát hozza valamennyire az első rész hangulatát, de nem annyira. Nem annyira. Szóval az nem nevezhető még az se Flatoutnak. Na, de mindesetre szép, nagyon szépen köszönöm szépen. Na, beszélni nem bírok. Nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztétek ezt a végigjátszást, amiben könnyörtelenül próbáltam végigvinni az összes pályát, ahogy tőlem telhető. És próbáltam valahogy egy jobb dolgot csinálni, meg hasonló, szóval tényleg megtettem, amit tudtam.
Hát most még így kimaxolom teljesen így a járművet, hogy azért lássuk, hogy ez is hogy néz neki. Hoppá. Na. Ki van maxolva? Na, hát akkor köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen, hogy velem tartottak a Flatout végigjegyzésbe. A következő dolog, amit még szeretnék ez alapján így elmondani, hogy van még egy plusz mód a játékban, ez pedig a bónusz. Erre egy videót szeretnék szentelni, nem szeretnék többet, sem kevesebbet, egyetlen egy videó lesz. Összvisz, amiben meg fogom mutatni nektek az összes pályát, ami itt látható. Na, mindesetre szépen, nagyon szépen köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm azt, hogy végigülted ezt a végigjátszást. Na, csókolom! Shalom! Na, most komolyan, sziasztok!